Az Örökös Boldog Iskola címet is elnyert Vermesi Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola célja az egészséges életmódra nevelés. Ennek jegyében 516 gyermek és pedagógus vett részt a közelmúltban megrendezett boldogságfutamon. A résztvevők motiváltan mindvégig nagy lendülettel futották le a mintegy 2 kilométeres távot, amelynek végén a győztes egy díszes serleget is átvehetett. 3 évvel ezelőtt 2 lelkes pedagógus, Berencsi Eket Csilla tanítónő és Winkler Ildikó csatlakoztak a Boldogságóra programhoz, ahol az a lényege, hogy egészséges életmódra neveljék a gyermekeket, olyan tevékenységeket, programokat szervezzenek, aminek hatására a gyerekek egy kicsit kiszakadnak a hétköznapok feszültségéből, meg monotonizmusából, és ez olyan szintre fejlődött most már, hogy a tavalyi évben elnyerték az Örökös Boldog Iskola címet, és nem csak 1-2 osztály van ebben, hanem az egész alsó tagozat, tehát a Vermesi Péter Általános Iskola egészét érinti ez a boldogságprogram. Az egyik legnagyobb rendezvényük most ez a boldogság futam, amire mögöttem készülnek nagyon lelkesen a gyerekek. 516 darab gyermek fog egyszerre futni, és az összes pedagógus is 2 hete készülnek erre a megmérettetésre. Természetesen minden osztályban a győztes egy kupát fog kapni, a következő 3 helyezett is díjazásban részesül, és ami számomra nagyon érdekes volt itt a beszélgetés során, hogy elmondták a pedagógusok, hogy van egy olyan díj, amit az a gyermek kap, akit az osztályból a többi gyermek kiválaszt, és az a gyermek fogja megkapni ezt a díjat, aki a napnak a hőse, vagy ennek a programnak a hőse, mert önmagához képest valamiben olyan extrát nyújt, nem biztos, hogy ő futott be elsőként, de olyan kiemelkedő eredményt ért el önmagához képest, amit a társai úgy gondolnak, hogy dicséretre méltó és jutalmazandó. Hogyan várják ezt a fiatalok? Hát szerintem itt mögöttem látszik elképesztően lelkesen, nagyon boldogok voltak, aki sírva fakadt örömében, hogy ez most már érti, hogy miért boldogságfutás és miért örömórák ezek. A pedagógussal beszélgettem, elmondták, hogy nagyon nagy sikere van, és hát az ő életükben is nagyon fontos ez a program, hiszen mindenkinek kell az, hogy egy kicsit valami motiválja, valami egy kicsit új lendületet hozzon az életébe, és egy ilyen megmozdulás bizony hatalmas erőket tud adni a hónapokra, még további több hónapra. Milyen hosszú távot futnak a diákok? 2 kört futnak, ez körülbelül 1-2 kilométeres távolság.